Önkéntesek jelentkezését várja a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Kalocsai csoportja. A programjaik elég széles körűek, így bárki találhat magának kedvére való teendőt. Lehetőségük van hétvégén, munka után, vagy akár csak külön rendezvényeken, ételosztásban vagy táborok leszervezésében segítkezni. Olyan lelkes, fiatal és magát fiatalosnak érző hölgyek, urakat várunk a csoportunkba, akik segítenének lebonyolítani gyerekrendezvényeket, táborokat, adománygyűjtéseket, legyen ez akár ruhaadomány vagy élelmiszeradomány, részt vennének szívesen a ruhaosztásunkba, illetve csatlakoznának egy lelkes csoporthoz, aki szeretne szociálisan segíteni a rászoruló embereknek. Inkább feladatorientáltak vagyunk, mint időponthoz kötöttek, ami rendszeresen megvalósul, azok a csoportgyűlések, ilyenkor az aktualitásokról beszélünk, átbeszéljük azokat a megoldásra váró feladatokat, amiket kitűztünk maguk elé, illetve amit központtól, régiótól kaptunk, és ezekre várjuk az önként jelentkezőket, akár a csoporttagjaink közül, akár az új önkéntesek közül. A diákok számára hasznos lehet ez a lehetőség, ugyanis ezzel az önkénteskedéssel letudhatják az 50 óra közösségi szolgálatot is, amit még 2016. január 1-től vezettek be, mint kötelező érettségi előfeltétel. Akár az 50 órás közösségi szolgálat is kiváltható a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei körében, de életkori megkötésünk nincsen, nagyon szívesen várjuk a lelkes fiatalokat, szívesen várjuk az idősebb korosztályt is, nyilván ők már a tapasztalatukat hozzák, a fiatalok pedig a lelkesedésüket. Aki szeretne jelentkezni, az megteheti a Kossuth Lajos utca 14-16 szám alatti információs ponton, a közösségi oldalokon, és a 0630 626 54 86-os telefonszámukon.